Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Nagy örömmel jöttem ide, hogy együtt olvassuk Isten igéjét, üdvözöllek benneteket, minden kedves hallgatót, nézőt, gyermeket és a szüleiket is. Bár nem tudunk együtt lenni, mint a templomba szoktunk, de így a képernyőn mégis láthatjuk egymást, és hallhatjuk Isten igéjét. Ha megnyitjuk a szívünket, akkor érezni fogjuk, hogy az Úr szól hozzánk. A Biblia, tudjátok, két részből áll, Ószövetségből és Újszövetségből. Ezt a történetet az Ószövetségben találjátok meg. Tehát Naamánról szólt, aki egy nagyon nagy férfiú volt, hadvezér, a hatalmas szíriai seregnek ő volt a hadvezére. Erős volt, nagy növésű, izmos férfi, sokat harcolt, küzdött, a kardjával remekül tudott vívni, és nagyon szerették Szíriában. Még a király is nagyra becsülte, hiszen rengeteg sok csatát megnyert, és nagyon okos ember volt. A hadi gondolkozásban ő volt a legokosabb, messze vidéken se lehetett találni nála okosabbat. Tehát egy nagyon tisztelt férfiú volt, vitéz volt. Ti szeretnétek vitézek lenni? Hős volt. Én gyerekkoromban nagyon szerettem volna hős lenni, és nagyon csodáltam azokat, akik hősök voltak, és az életüket adták a hazájukért. Szóval ez a Naamán is igen nagyra becsült volt. Vitéz volt, hős volt, sokszor tette az életét kockára, de volt egy nagyon nagy hiba, baj, betegség az életébe. Ezt olvassuk róla a Bibliába, hogy bélpoklos volt. A poklosság egy gyógyíthatatlan betegség. Aki ezt megkapja, azon hatalmas, nagy, gennyes, mély sebek lesznek, és minden nappal együtt, minden nappal mélyebbek lesznek a sebei, aztán büdös is a gennyes seb, nem lehet már eltakarni, mert amíg a mellény jött ki, addig fölrakta a katonaruhát magára, a vitézi ruhát, a melvédet, és hát nem látszott. Igen ám, csak a nyakán is kijöttek a sebek, aztán az arcán, a keze fején mindenki úgy igyekezett távol tartani magát ettől az embertől, és hát nagyon-nagyon szomorú lett az egész háza népe. A felesége sírt, rít, és hát nagyon-nagyon bánatos volt a házba, olyan volt a háza, hatalmas, gazdag ház volt, sok szobával, rengeteg sok gyönyörű, értékes bútorokkal, mindenféle szép dolgokkal, de mindenki csendbe volt. Már előre gyászolták a hadvezért, mert mindenki tudta, hogy szenvedni fog és meg fog halni. Még amikor egészséges volt a hadvezér, betörtek Izraelbe is a szíriai seregek, és fogva vittek egy kislányt magukkal Izraelből. Kiszakították a kislányt az édesanyja karjaiból. Az édesanyja fogta, nem adom, ne vigyék el, ez az én gyerekem, én ezt nem adom. De az erőszakos katonák a szép kislányt elvették, elvitték Szíriába,
és Naamán feleségének lett a szolgáló leánya. Ez egy nagyon szép kislány volt, de nem csak szép volt, hanem okos is volt, és nem csak okos volt, hanem hívő szíve volt, mert amit az édesanyja meg az édesapja elmondott neki, hogy Izrael Istenét szolgáld, bármerre is leszel az életbe, hogy soha el ne hagyd, hogy őt imádd, és ne szégyeld elmondani, hogy van élő Isten, Izrael Istene, az örökkévaló. Ez a kislány Isten gyermekeként szolgált ebbe a pogány házba, mert Naamán pogány volt, a bálványokat imádta, a szíriai királlyal együtt jártak egy nagyon csicsás, kidíszített templomba, ahol hatalmas faragott szobrok voltak, aki előtt leborultak, azt imádták, és ez a kislány, aki ott volt a szíriai hadvezér otthonába, mindenkinek elmondta, hogy ő neki élő istene van. Hogy ő nem imádja a bálványokat, hogy Izraelben a csodák istene van. Olyan Isten van, akihez, ha imádkoznak, akkor ő válaszol az imádságra. Gyerekek, ti szoktatok imádkozni? És megtapasztaltátok már, hogy Isten meghallgatja az imádságot? Hogy megadja azt, amit kérünk? Ennek a kislánynak nem volt könnyű sorsa, élete, de bízott az ő Istenébe. És amikor a Naamán háza olyan lett, mint egy halottas ház, mert mindenki tudta, hogy milyen rossz vége lesz a hadvezérnek, mindenki már előre siratta, akkor ez a kislány, ez a hívő kislány előállt, és azt mondta Naamán feleségének: ó, asszonyom, ha magad ismerné Izrael Istenét, ha eljutna a hadvezér Samariába, ahol Isten szolgálja a próféta lakik, az imádkozna érte, és Isten az ő imádságára válaszolna, és meggyógyítaná őt. Hallgatta a felesége. Ez a kislány minden nap elmondta, hogy az ő élő Istene mi mindent meg tud tenni, és hogy ő az egyetlen ebben a világban, menjen és földön, aki ezt megteheti, hiszen ővé minden hatalom, ő teremtette a földet és a rajta lévőket, az embert is, és az embert meg tudja gyógyítani. Naamán felesége elmondta a férjének, hogy te ide figyelj, ez az okos, gyönyörű, szép szolgálólány. Erről beszél, hogy Izraelbe Isten meg tudja gyógyítani még a poklos beteget is. Naamán meghallgatta a kislányt, azt mondta, gyere ide, na mondd el nekem is, amit a feleségemnek mondtál a te Istenedről. És ő nagy boldogan, ez a kislány elmondta, hogy az ő Istene él, hallja az ember imádságát, nyomorúságát, és hogy ő olyan hatalmas Isten, hogyha kellett a vörös tenger is ketté nyílt, hogy a népe átmehessen sarus lábbal a vörös tengeren, hogy ő a kősziklából is tud vizet fakasztani. Naamán úgy érezte, hogy ez a kislány igazat mond. Az egyetlen út a gyógyulás felé,
az egyetlen, aki meg tudja gyógyítani, Izrael istene. Remény támad benne. Ti már voltatok súlyos betegek? Tudjátok azt, hogy milyen nagyon nehéz is, amikor az ember ilyen beteg, és imádkoztatok, és átéltétek, hogy az Úr meggyógyított? Csodálatos, hogy az Úr mindenek fölött van, és ő meg tud gyógyítani. Úgyhogy elment a királyhoz, Naamán, séri a királyához, és engedélyt kért, hiszen ő volt Szíria ura, hogy elmehessen Izraelbe. A király pedig azt mondta, hát menj el, hát fontos, hogy meggyógyulj. Írok egy ajánló levelet Izrael királyának, hogy neked ne kelljen a prófétánál sorba állnod, ne kelljen várakoznod, mindenki tudja meg, hogy te Szíria hadvezére vagy, és mindenki előnybe részesítsen téged. Így aztán elbocsájtotta Szíria királya, hogy mehet Izraelbe a hadvezér. Naamán pedig elkezdett pakolni. Mit gondoltok, mit pakolt be? Aranyat, ezüstöt, gyönyörű, drága ruhákat, és azt mondta, gazdag ember vagyok én, hát majd pénzem megveszem a gyógyulásomat, majd kifizetem én azt a prófétát. Meg talán úgy gondolt, hogy Istent is kifizeti. Így aztán elindultak a szekereivel, a vagyonával, a rengeteg sok pénzzel, aranyjal, ezüsttel, ruhákkal, szolgákkal, gyönyörű paripákkal, szekerekkel, és megállt Izrael királyának a házánál. Amikor meghallotta a király, hogy a szíriai hadvezér ide érkezett, nagyon kétségbe esett. Megszaggatta a ruháit, amikor a levelet elolvasta, még inkább, hát ő nem tud senkit sem meggyógyítani, pláne egy ilyen poklós beteget, és hát attól félt, hogy hadüzenet van, és Izraelt megtámadják. Meghallotta az Isten embere, Elizeus próféta, hogy mi történt. Oda üzent Izrael királyának, küld hozzám, hadd tudja meg, hogy van Izraelnek Istene és prófétája. Na szóval odaérkezett Naamán Elizeus házához, tovább küldte az izraeli király, és hát ő úgy gondolta, hogy ő urasága, bár ugyan poklós és halálos beteg, és nagyon mély sebei vannak, de neki mindenhol előnye van. Elizeus proféta ki se jött a házából, nagyon szerény kunyhóba lakott az Isten embere. De kiüzent is a szolgájával a próféta, és azt mondta, eredj el, merítkezzél be 7-szer a Jordánba, és ha 7-szerre is bemerítkezel, ki fogsz jönni, és megújul a tested, mint egy gyermeké, és megtisztulsz. Hatalmas haragra robbant Naamán, hogy ő egy ilyen kis folyóba, mint a Jordán, hát oda-haza, Szíriába, a legjobb fürdőket veheti. Hát csak nem gondolja, hogy meg se tisztelt, ki se jött, be sem mutatkozott, hogy ő elmegy a Jordánhoz. Olyan haragra gerjedt, hogy aztán nem a Jordán felé indult, hanem a lovak közé csapott, és a szolgáinak azt mondta, na indíts hazafele, Szíriába. Az emberei
A szolgái, akik nagyon szerették a hadvezért, bár nagyon haragos és lobbanékony volt, mert a harag az rossz tanácsadó. A szolgák azt mondták, hát, uram, ha kért volna tőled bármit, hogy fizesd meg, mindened odaadtad volna, még a vagyonodat is, hogy meggyógyulj, hát ha csak ennyit kérnek tőled, akkor menjél, és tedd meg, és könyörögtek neki, uram, tedd meg. Aztán lecsillapodott a haragja. Amilyen hirtelen jött a haragja, olyan gyorsan lecsillapodott. Ti is szoktatok haragudni, és olyankor rúgtok is? Verekedtek is? Kiabáltok, vagy mit csináltok? Naámánnak lecsillapodott a haragja, és elment a Jordánhoz, és ott bement a Jordánba. Hú, amikor levette a ruháját, a szolgák oda sem mertek nézni, mert aki megpillantott, a hatalmas sebei voltak, folyt belőle a genny is, borzalmas volt. És akkor bíztatták, belemerült egyszer, elborította a feje búbját is a víz. Számolta, 2, 3, 5, na még egyet, 7. És amikor kiemelkedett a vízből, nem is akarta elhinni. Olyan volt a bőre, mint egy kisgyermeknek. Gyönyörű, szép, egészséges. A szolgák ujjongtak a parton, ugráltak. Naámán pedig azonnal visszament Elizeushoz. Már nem dőfösen, bekopogott, és azt mondta, itt van a kocsiaimon az aranyam, az ezüstöm, a gyönyörű ruhák, ez mind az öné. Elizeus pedig azt mondta, az Isten kegyelmét nem lehet pénzen megvenni. Én nem fogadok el egy fillért se. Ezt nem én tettem, Isten tette. Az örökkévaló, egyedül élő Isten. Naámán nagyon erőltette volna a pénzt, hiszen annyit költött ő Szíriába, az orvosokra, a kuruzslókra, és senki se gyógyította meg, de mindenki elvette a pénzt tőle. Ez az Isten embere pedig nem veszi el. Nem is vette el. És akkor azt mondta Naámán, hogy adjál nekem akkor annyi földet, amennyit egy összvér el tud vinni. Aminek neked a föld? Kérdezte a próféta. Mert oltárt akarok építeni az én Istenemnek, az örökkévalónak, Izrael Istenének, az élő Istennek, aki engem meggyógyított, és én többet nem fogom a bálványokat imádni, se a pogányok isteneit, se a világ isteneit, hanem egyedül csak az élő, örökkévaló Istent, Izrael Istenét. Naámán nem csak a teste gyógyult meg, hanem a lelke is. És megtanulta, hogy Isten mindent ingyen, kegyelemből ad, és hogy pénzen nem lehet megvenni sem a hitet, sem az üdvösséget.